Szeretettel köszöntök mindenkit az intenzív hét indítóján. Külön köszönöm Istú gyönyörűséges bevezetőjét, amely a tapasztalat nemes feldolgozásából fakadt. És egy kis történet hozzá, hogy tud, hogy miért csináljuk ezt. Nem csak azért, mert akarjuk és kiderült, hogy ez milyen jó nekünk, hanem azért, mert a Tang dinasztiában, Kínában volt egy Pai Chang nevezetű zenmester, koreaiul Baek Chang Sunim, és ő volt az, aki észrevette, hogy mivel ugye a lakosságnak nagyjából a 10%-a volt vagy szerzetes, vagy templomok körül élő világi, vagy templomokban élő világi, ezért egy 4 évszakos klímában egészen másképp működik a tél, mint mondjuk Indiában. És a Buddha idejétől fogva a nyári 3 hónapos elvonulásokat a nyári monszun diktálta. Ezt szépen holt hónapra beszabályozták, gyönyörűen működött, és Pai Chang Sunim észrevette, hogy hát igen, télen a természet befelé fordul a 4 évszakos klímában, és ezt kéne ám tenni a sok-sok szerzetesnek és szerzetesnőnek, akik annyian voltak, hogy amikor az utolsó Tang uralkodó a 9. század utolsó harmadában hazaküldött 800 ezeret belőlük, még mindig maradt elég. 14 ezer templomot záratott be, és még mindig maradt elég. El lehet képzelni, hogy pár száz évvel korábban, amikor ez nagyon-nagyon jól működött, mennyien voltak és mennyi igazi gyakorló órát lehetett beletenni a téli elvonulásba. Tehát a Tang dinasztia, mely 2-300 évig tartott a 6. század közepétől, úgy a 9. század közepéig Kínában, gyönyörű gyakorlatot honosított meg Pai Chang zenmester, és a templomi szabályaink tőle vannak. Úgyhogy elég nagy rutinjuk volt abban, hogy hogyan lehet gyakorló közösségeket kezelni. Az indiai rege szerint, ami a Buddha idejéből származik, Buddhának volt egy szolgálója, Ananda, szó szerint gyönyörűséget jelent, vagy gyönyörteljeset jelent, és hát ő tényleg gyönyörködött a Buddha tanításában úgy, hogy akkoriban ugye nem voltak ilyen rögzítő eszközök, és Ananda volt a hangfelvevő. De annyira fantasztikus memóriája volt, hogy megkérdezték, hogy Ananda, 17 évvel ezelőtt, a Jetavana ligetben, délután Buddha mit mondott? Sokan így hallottam, és mondta. És ezért, hogyha a szútrákat megnézed, mind így kezdődnek, hogy így hallottam. És amikor a Buddha ugye nirvánába távozott, akkor kellett valaki, akinek az emlékezete alapján az érvényes szájhagyomány meg lesz. Az írás az még pár száz évet váratott magára. De hogy kinek a memóriájából adják tovább ezeket a tanításokat, ez nagyon nagy kérdés volt. És igazából nem volt az vita tárgya, hogy az Ananda kellett, hogy legyen, de azt is tudták, hogy Ananda nem megvilágosodott még. Hiába volt több évtizedig a Buddha mellett, még azt a bizonyos határt, amiről Istú is beszélt, és sokan mások is ugye feszegetjük, azt még nem lépte át. Tehát azt mondta neki Mahakássapa, hogy hát itt van a tanács, hogyha a kezed érintése nélkül be tudsz jönni az ajtón, akkor bejöhetsz. Ha nem, akkor nem. És Ananda látta az ajtót, és azt mondta, hogy hát jó, hát ezen nem tudok érintés nélkül bemenni, mit tegyek? És akkor azt mondta neki Mahakássapa, hogy akkor legyen szíves elvonulni egy hétre föl a hegyekbe, és ilyen nem alvásos meditációt végez. A fáma szerint Ananda a láb ujjain állva, ez egy régi hindu aszketikus gyakorlat, ébren volt. Étlen biztos, szomjan nem hiszem, mert az egy hetet azért elég nehézkes lenne kibírni, még a jogiknak is nehéz. De étkezés nélkül egy hetet simán kibírsz, hogyha treníroztál rá. A kijövetel egyébként nehezebb, mint a belemenettel az ilyen típusú bőtökbe. Úgyhogy a fáma szerint ő láb ujjain állva, enyhe terpezben, ott szépen magasodott és meditált, és egy hét alatt elérte a megvilágosodást, lejött, és akkor így szó nélkül begyalogolt a terembe, ahol a bikuk már vártak rá, hogy
Érintette el kezével az ajtót, vagy sem, erről már nem szól a mese, csak annyit, hogy akkor már nagyon szívesen fogadták, és leültették, és meghallgatták, és hogyha ismered a hindu mnemotechnikát, amelyből egy kis ízelítőt hallhattál Istutól akkor, amikor a tabláról beszélt, tehát ott a védikus himnuszoktól kezdve az Upanishadokig mindent rögzítenek szóban, tehát van egy verbális része, és ritmusban, tehát zenében. Tehát a tablán is megvannak a helyek, hogy melyik hely a kis és nagy ugye, tablán milyen szótagot jelent. És amikor elmondanak egy verset, akkor azt szépen ledobolják, de hát az nem ilyen improvizáció, annak tűnik, de nem az. Hajszál pontosan pont oda kell ütni, és úgy, ahogy az a himnuszban, vagy a ritmus versben elhangzott. És így hallasz ilyen gyönyörű játékot, és kiderült, hogy mondjuk egy védikus himnuszt dobolt el éppen, vagy tablázott el éppen az illető. Amikor Ánanda átadta ezt a tant, akkor ez azért volt fontos, ugye, hogy legyen egy mesterkópia, ugyanis elkezdték ezt szépen permutálni, tehát első szótag, második szótag, harmadik szótag, negyedik szótag. Utána első szótag, második szótag, harmadik szótag, negyedik szótag. És hogyha megnézed, a hindu szájhagyomány az egyik legalaposabb, mert a számítás technika előtt értették a redundancia fogalmát. Tehát nem csak oda és vissza tudták, hanem tudták szeletelve, tudták körívben, tudták egyenesen, tudták négyzetesen, tudták gyökbe, tudták ugye köbre emelve, mindenféleképpen tudták, és ezért, ha bármiféle hiba volt, azt ki tudták javítani. Nem csak egyféleképpen tudták. Ha egyféleképpen tudod, hiba van, nincs javítási lehetőség. Nagyon sokféleképpen tudták ezt. Ez a fáma, és az igazi kérdés az, hogy szükségünk van nekünk Ánandára ahhoz, hogy intenzív hetezzünk. Minden meghajlás a pátriárkák felé, mert Ánanda volt a második pátriárka, Mahakásyapa volt az első. A Buddha így nincs benne a sorban, mert ő az alapító. De nincs szükségünk Ánandára és a sztorira ahhoz, hogy az intenzív hétnek ezt a gyönyörűségét lássuk. Viszont tiszteljük azt az előfeszítést, amit ő tett. Tehát ez a természetünk, a Buddha természetünk közössége és a szellemi autonómiánk egyszerre. Ez a fajta feszegetés, amikor túlmegyünk a határainkon és mersz valami újat látni magadból, a gyakorlaton belüli, már jól kialakított kényelmi zónádból ugye mersz kilépni, akkor valami egészen más tapasztalat lesz a tiéd. Tehát kiderülhet az, amit hallhattál a bevezetőben is, hogy mennyire a tudatod teremti a világot, hogy ez a tudat egyenlő az elméddel vagy sem, ez is egy nagy kérdés, egy nagy tapasztalás. Mennyire van benne az, amit hallhattál, hogy az öt szkanda, tehát a test, az érzés, az érzékelés, az akarat és a tudatosság. Ebből az öt nagy építőkőből, ami a személyiséget adja, ami az emberérzetet adja, mi az, ami igazából belejátszik ebbe? Hogyan érvényesülnek ezek? Ki tudnak-e ürülni? Vajon tényleg igaz-e az, ami a Szívszutrában van, hogy igaz természetében az öt szkanda üres, és ha igen, akkor ez mit jelent? Többet tudok enni, vagy inni? Vagy nem kell aludnom? Vagy hogy van ez? Úgyhogy az intenzív hét az ugye úgy lenne az eredetiben, hogy nem alszunk 6 nap 7 éjszaka. És ez Yongmen Jongjin-nak hivatik Koreában, amikor éjfélkor ugyan van egy óra szünet, de megy 1 órától 4-ig utána éneklés, egyebek tovább. De mi ezt azért nem csináljuk, mert elég kevesen maradnánk a végére, vagy ha marad, akkor különböző utómunkákat igényelne az a tudat, amelyik ezen keresztül menne. Ugyanis nincs meg az az előzetes meditációs tapasztalat, talán egy pár év múlva lesz, hogy egy igazi Yongmen Jongjin csináljunk, amin én nekem szerencsém volt keresztül menni Koreában, de ott nincs éneklés, hanem csak meditáció van.
És amit mi csinálunk, azt úgy hívjuk, hogy Kaheng Jongjin, ami a kiterjesztett praxis. Tehát kiterjesztjük éjfélig, aztán alszunk egyet 4 óráig, és utána folytatjuk újult erővel, fényes szemmel, miután legalább egy mélyalvásos ciklusod volt. Tehát akárhogy intézi a ritmust a pszichofizikumod, egy mélyalvásos ciklus belefér a 4 órába, van úgy, hogy 2 is, alkatfüggő. Viszont 3 már nem. Te nem tudsz annyit álmodni. Annyi pihenés kell a szervezetnek, hogy utána föl tudj kelni, de a 3. nap környékén azért eléggé komoly az a gravitáció, ami épp akkor rád esik, és fel kell csörlőznöd magadat a fekhelyről, és megfogadod, hogy aznap te már nem fekszel vissza, mert akkor nem kelsz fel. Látsz akkor ilyen oldalra támasztott boroshordókat, és olajkutakat, és különböző ilyen bólingató fűzfákat, akik megpróbálnak pihenni. Nyugodtan nevessed, az egyik te leszel már szerdán. Csütörtökön még inkább. És amikor az a történet eljátszódik, hogy tényleg nem tudod, hogy mit látsz, és hogy ki vagy, akkor van valami, ami mégis tovább visz. Na, az az igazi. Amikor az megvan. Az a jó ebben, hogyha már idáig eljutottál, és eddig nem volt valami komoly averziód a zen felé, és az irányvétel felé, a gyakorlat felé, akkor ez az intenzitás a megfelelő irányba katapultál. Tehát, ahogy hallottad, nagyon sokféle kémiával nagyon sok felé lehet röpülni, akár egy Suzuki Hayabusával, akár valami egyéb ilyen fecskendezett kémiával, de milyen irányba? Tehát akármennyit robogsz, ha felmész 300-ig, akkor is csak 2D-ben voltál. Akármilyen kémiát teszel a szervezetedbe, az egy kémia által előidézett testen belüli, kívüli alternatív tudatosság. Tehát mi az, ami ezek helyett van? Tehát amikor ezeket elvetted, hallhatod a tapasztalatot, hogy hát nem épül be. Miért? Csak azért, mert mesterséges? Csak azért, mert van valami kémia mögötte? Nem. Azért sem tud beépülni, mert előtte nem raktad ki azt, ami benned van. Miért tud beépülni azt, hogy az ékék és a fű zöld egy idő után? Mert ezt azon az áron éred el, hogy a karmád nagy részét ki kell magadból lapátolni. Az identitásod nagy részét le kell szépen szeletelni. Ott van a szeletelő műhely. 2 csöngő, bejössz, már indul a szeletelés. Akinek hitted magad, az az interjú után nem az. Szépen vékonyan szeljük, nem vastagon. Hadd maradjon még belőle a következőre is. De a helyzet az, hogy amikor ki tudtál ürülni, akkor van meg a kiegészülés. Tehát a sunyata, mint üresség, az egy rossz fordítás. Szó szerint szanszkritul azt jelenti, hogy üres teljesség, vagy teljes üresség. Tehát a minden és a semmi egyszerre van benne. Tehát ez az, amit nyugati nyelven nem nagyon lehet így egy szóval monomorfematikusan elmondani, de ki kell valahogy fejeznünk, mert különben elképesztő nihilizmusba lehet zuhanni csak intellektuális alapon, vagy pedig elszánkózzunk valami sok-sok alkaloid származékon, vagy egyéb ilyen utakon, mert akkor azt hiszük, hogy az is az, meg az is egy nirvána, meg egy céljelű nirvána, meg egy célistás nirvána, meg egy egyéb ilyen történt. Egyébként, hogy mennyire fel tudja oldani az identitást az esetleges szerhasználat, pont az LSD esetében, hát volt Szegeden egy nagyszerű tanítványom, akivel együtt mendegeltünk különböző ilyen detox, rehab ilyen helyekre, és hát sikerült pár történetet meghallani abból, hogy mi van, amikor mondjuk valaki 2 éven át minden nap szinte tolja magába az anyagot, és ez az ember már csak egy tanyán tudott élni. Szó szerint minden én érzete elment, és a környezet egyes darabjai szolgáltattak valami érzékszervi támpontot ahhoz, hogy ő végül is kicsoda. És egy idő után megmaradt egy almafánál. Tehát akkor stabilizálódott az identitása, hogy ő egy almafa. Nem nagyon mosdott, alig evett, ez az egész lement egy ilyen vegetatív szintre, de ott élt egy tanyán, és mindig volt valaki, aki ellássa, és a szolgálat is kiment hozzá elég gyakran, és egyszer egy esős, ezt képzeld el a tanyavilágban, Szeged körüli tanyavilág,
és kijön hozzá valaki, nem találják. Mindig ketten mentek az ilyen helyekre, sehol, se a házban, se a környéken, körülnéznek a kertben, és ott áll, zuhog az eső, és így áll. És akkor azt mondják, hogy szia, itt vagyunk, megázol, gyere be, esik az eső, benne meleg van, raktunk tüzet, hoztunk neked ételt, italt. Nem, almafának kell az eső. Tehát vigyázzunk, hogy ugye mit emelünk be azután, hogy kiraktunk magunkból szinte mindent. Mert lehet, hogy kirakunk egy csomó mindent, de utána mi az, ami bejön? Tehát mi az, amivé hagyod magad válni, és a zene ebből a szempontból nagyon-nagyon tiszta tanítást ad, pillanatról pillanatra tér vissza a nem tudhatóhoz. Tér vissza a fix egókéreg nélküli, tisztán működő személyiséghez. Hogy most mit látsz, hogy most mit tapasztalsz, most mi a dolgod, most mi a helyzet, mi a kapcsolat, és mi a helyes cselekvés. És hogyha ez fennmarad, ez olyan, mint amikor a szörfös soha nem esik le a hullámra. Tehát mindig ott van a hullámtarénak azon a szakaszán, hogy szörfözik. És ez a pillanat tudatossága. Ha hátra esik, akkor betemeti a hullám, ha előre esik, akkor is betemeti a hullám. Mindenkinek nagyon jó szörfözést kívánok az elkövetkezendő időben, és hogyha most van kérdésed a szörfözés technikáját és az intenzív hetet illetően, akkor tedd fel. Kapcsolódna a kérdésem ehhez az álmosdihoz, mert azt vettem észre, hogy van egy ilyen furcsa átfedés a meditáció és az álom között, főleg reggel egyébként tényleg, amikor is azt vettem észre, hogy mikor felkelek, nem emlékszem, mire álmodtam, viszont elkezdek meditálni, és valami nagyon hasonló állapotba kerülök, mint amikor álmodtam, és előjön néhány álom. Viszont a meditáció meg reggel, mint a, ahogy Istó mondta, a közepes erősséggel megütött teniszlabdai, így elmegy. És amit kérdezni szeretnék, hogy ez hiba, hogyha úgy elmegy egy meditáció, hogy tulajdonképpen nem emlékszem, nem feltétlenül alszom el, persze az is benne van, hogy bólogatok néhányat. De hogyha így csak így elsuhan, és nagyon hasonló, mint amilyen az, mint amikor aludtam, de nem feltétlenül aludtam, az hiba-e? Majd egyszer megnézem, hogy csinálod ezt te ott reggel. De ez most egy olyan kérdés, amire lehetetlen válaszolni. Tudod miért? Fogalmunk sincs, hogy mi van a másik végén. Tehát az egyik vége az, hogy éber vagy, a másik vége pedig az, hogy hát alszom-e? Nem tudjuk, hogy alszol-e. Az egy igazi jó teszt, hogy amikor egy ilyen állapot végén, amire kérdezel, hogy megüti a csupitági, bang, akkor felriadsz, vagy pedig egy már meglévő, tiszta, tudati térben csak hallod a hangot. Ezt elvégeztem, és nem riadtam fel. Gyönyörű! Következő teszt. Mielőtt felriadtál volna, nőttek ki ilyen virágok a padlóból? Láttál ilyen arcokat rajta? Nem. Az éberség felé megy eddig a mérleg. De lehet, hogy csukom volt a szem. De hogyha nem riaszt fel a csuppi hangja, mint hogyha egy ágyút sütögettek volna, ugye, akkor az úgy rendben van. Egyébként hadd könnyítsem ezt meg. Két csuppítés között így meditatíve 50 perc telik el. Hogyha az elsőnél elkezded a meditációt, és a másodiknál megszakítod, senki nem kérdezi, hogy a kettő között mi történt. Azt javasoltátok, hogy amikor meditálunk, akkor egyféle gyakorlatot végezzünk. És én azt vettem észre mostanában, hogy pont ennél a, tehát ez a bebólintás pillanatában, amikor így felriadok, akkor a hangok segítenek visszahozni, és hogyha a hangokat figyelem, az nagyon segít a jelenbe tartani, viszont mégis már elég jó ideje a nagy kérdéssel dolgozom. Tehát, hogy a kettőt így lehet-e egyszerre, vagy hogy ez gond, vagy nem tudom. Speciális meditációs módszer akkor, bebólintás esetén a hangok meghallása. Egyébként, ha éber vagy, akkor szépen visszatérsz a kérdéshez. Hát hogyan lehetne meg a kérdés a tudatodban, amikor elaludtál? Hát világos, hogy a hangok fognak visszahozni először, hála légyen, és utána pedig visszatérsz a kérdéshez, semmi gond. Viszont a hangok azok meg tudnak tartani, még a kérdés az
úgy érzem, hogy kevés. Meg tudnak tartani? Hát, hogy a jelenben. Akkor hogy aludtál el? Miután felébredtem. Kettő közt azért eltelt egy kis idő, gondolom. Nagyon tehát kis idő. Azt a technikát használd, amely ébren tart. Azt kész. Nincs jó vagy rossz technika, de számodra vagy működik valamelyik, vagy nem. Nem volt időm, kipróbáltam az összeset, és maradtam annál, amelyik nem maradtam. Azért nem mondom most ne, hogy befolyásoljalak. Te szépen próbáld ki, hogy melyik az, ami neked jó, és kész. De hogy az, hogy én figyelem a hangokat, az nem zárja ki azt, hogy közbe feltegyem a kérdést. Bizony nem zárja ki. És hogy ezt lehet-e így csinálni? Szerintem lehet. Ha nem érzed, hogy megzavar ez téged, akkor lehet. Nem érzed, hogy megzavar? Akkor lehet. Nekem egy technikai kérdésem lenne, hogy ugye itt lesz ez a 4 óra alvás időnk, de hogy azon... Majdnem. Amíg fölmész, meg amíg lejössz, az mínusz, igen. Dorma termesek előnybe. Szóval, hogy így napközben, hogyha van rá alkalom, akkor ér aludni, vagy sem? De csak akkor, hogyha a munkaidő nem sérül, a személyi tisztaság nem sérül, mert azért néha ki tudjuk ám úgy aludni magunkat, hogy stb. Tehát, ha minden egyéb rendben van, akkor napközben a szünetekben is. Persze, most senki nem fogja azt mondani, hogy ne hunnyál egyet, csak ébredjél föl időben, úgy, hogy minden egyéb a helyén van. És az oké. Okay. Ezzel viszont nagyon vágjuk a poént, tehát pontosan, amikor a magas hegyi túrára az embereken oxigénpalackokkal mennek föl, kell, hogy ne kapjanak ödémát agyilag meg tüdőben, de el kell menni odáig, ameddig tudsz. Fiatal erős gyakorló, tolja meg! Lehet. Akkor ne aludjál. Hát arról szól az egész, hogy ne aludjál, de ha muszáj, akkor egy picit, de csak akkor legyen muszáj, amikor már nagyon muszáj. És kész. Tehát vannak olyan szerzetesek, akik nem fekszenek le aludni több évig. Egy ilyen mondja, hogy a bordája nem éri a padlót. Találkoztam olyan szerzetessel, aki tényleg nem feküdt le aludni. Az más kérdés, hogy a meditációtól hogy tudta az alvást elválasztani egy idő után, de az már egy külön fokozat. Tehát most próbáljuk meg azt, lehet, nehogy itt összeess napközben, vagy éjjel. De azért próbáljuk minimalizálni, mert az éberségre való törekvés, a tárgyatlan, tiszta tudat megtapasztalása azért az eléggé szép gyakorlat. Majd utána alszunk. Én a csukpiról szeretnék kérdezni, hogy úgy szoktak vele csapni, vagy szoktunk, hogy így előtte így. Megdörzsögetjük kicsit, megcirógatjuk, igen, pontosan. De hogy... Hogy miért? Igen. Hogy előtte fölébredj. De nem arra kéne felébrednem, vagy nem hát kéne, hogy felébresszem, hanem... ilyen tapasztalat volt, amikor ilyen nagyon-nagyon bősz dharma tanítók a semmiből, az volt az igazi eredetileg semmi, így BOOM! És akkor lehetett hallani, hogy a fogak összecsattantak. Mindenki feljött, aki addig aludt, úgyhogy előtte van olyan, aki a padlón húzza végig, azt nem szeretem, mert az nem jó, de van, aki szépen meg van dörzsölgetve így szépen magyarosan, és amikor megdörzsölgettük a csupit, akkor már lehet hallani, már lélegzetet vett meg. Utána a közepes erősségű teniszlabda módjára megütjük, és akkor halljuk is, nem csak éreztük ott a susmorgást. Úgyhogy ez egy ilyen előhang. Mint az ejtőernyőknél is van egy nyitóernyő, hogy ne ráncson akkorát a nagy. Jó. A megvilágosodás és a nagyképűség kapcsolatáról szeretnélek kérdezni. Van. És ez onnan jutott eszembe, hogy nemrég mondtad, hogy láttál te már megvilágosodott Gyimesi pásztort, aki nem tudott róla, hogy meg van világosodva. Jó. És ez nem arrogáns egy kicsit ezt mondani, hogy megvan világosodva, de ő nem tudja. Nem, ez egy mélységes tiszteletből fakad. És akkor mi van, hogyha én meg vagyok világosodva, csak nem szól senki? Szólnál, hogyha meg lennék már világosodva? Nem. Neked nem, mert baj lenne belőle.
Ha tudsz róla, ha nem tudsz róla, ugyanaz a feladat, de ha tudsz róla, akkor nehezebb. Mert túl kell lépni a tudáson. Tehát azt a tudást folyamatosan vissza kell táplálni a pillanatba ahhoz, hogy ne legyen egy rusnya nagy egoitás belőle. Ami akkor menthetetlen, hiszen van mögötte egy olyan tapasztalás, amivel mindenki másnak a véleményét fölül tudja írni. Tehát mindenki másnál jobban tudja. És ezeket hívjuk félig sütött kenyereknek. Tehát, hogy nem sült ki teljesen, de már kenyér alakja van, megvan a formája, már a héja kialakul, de belül iszonyatosan nyers és ragacsos. És ezek nagyon szerencsétlen tudatállapotok, mert csak az élő tűz tudja kiégetni teljes sülésig. Aki elkezd túl korán reflektálni a tapasztalatra, és megállapítani magának, hogy most éppen ő hol van és mint van, ehhez kell egy nagyon jó tanító és egy nagyon komoly próbatétel, az esetünkben ez a koan gyakorlat, és nézd meg Mangong Szönyém történetét, Kyongho történetét. Ő még Szungszán Szönyévében is benne van, de ő nagyon hamar és nagyon gyorsan ment ezen keresztül. Hát nem volt idejük kialakítani egy olyasféle önképet, amelyben benne volt az ön, amelyben benne volt mondjuk a megvilágosodás ilyen öntömjénező módon. Mangong Szönyémnál volt egy időszak, amikor mindenkit ugye elkezdett kioktatni, meg ütögetni, meg stb., amikor azt hitte, hogy ő a császár. És ezt is Kyongho Szönyém ki tudta verni belőle. Úgyhogy több fokozat van itt is, és nagyon komoly próbatétel az, hogy ne legyen önképed, de gyakorolj. Lásd azt, hogy haladsz, de ne vonjál le következtetést belőle. És amit a Szungszán Szönyém féle hagyomány tanít, az, hogy ugye érd el a tiszta tudatot, és segíts minden lénynek. És ez a segíteni minden lénynek, ez az, ami mindig leveszi rólad azt az önképet, hogy én ilyen vagyok, meg olyan vagyok, mennyiek. Az kinek segít, hogy az ember ilyeneket mond magáról? Senkinek, még saját magának is árt. És ezért gyönyörű a zen tanítás, hogy azt hiszed, hogy meg vagy világosodva? Vagy azt hiszed, hogy nem vagy megvilágosodva? Beszélgess el erről a fával, vagy a kék éggel, vagy a tóval, vagy a hegyel. És akkor gyönyörű válaszokat fogsz kapni a kérdésre. Tehát ezért tartom az egyetlen egy ilyen esetben felmerülő megoldásnak azt, hogy térj vissza a gondolkodás elé. És csak tedd, csak cselekedj. Úgyhogy az ilyesféle minősítések azok nagyon veszélyesek, ha az ember azonosul velük. A Gyimesi pásztor nem tudta, én láttam olyannak. És még egy páran, akik ott voltunk a túrán. Őt nem fenyegette az a veszély, hogy az aktuális önképén kívül valami más beütött volna. Amikor látsz gyakorlókat, akik ilyen vagy olyan módon elkezdték minősíteni saját magukat, akkor ott súlyos hiányosságok merülnek fel. Egyrészt azért, mert a tanítást nem hallották meg teljesen, másrészt azért, mert nem volt egy olyan tanító, aki ezt leverje róluk, ezt a fajta önképet, és nem volt egy olyan út, amelyen tovább mehessenek és meghaladhassák ezt az egészet. Úgyhogy ilyenkor még több szenvedés kell, ami ezt leveri róla. És hogyha tényleg tovább gyakorol, akkor ez meg lesz. Ha nem, akkor abba hagyja, akkor ő a nagy Buddha, és akkor szépen elindul a szétosztott tudat, beszennyeződő tükör, erősebb dualitások felé, mert nem gyakorol. Ha gyakorol, akkor egy bizonyos szinten meg tudna maradni, és a minősítés előbb-utóbb leégne róla. Mivel elkezd ő az lenni, aki, ezért egyre kevesebbet gyakorol, és egyre rázósabb lesz az út, és egyszer csak kicsúszik, és puff, a fal adja a másikat. És akkor ez a szenvedés szépen megmutatja neki, hogy azt hitte, hogy, azt közben, dehogy. Úgyhogy ez egy komoly kérdés. A hájó kovács juttatja eszembe az, amit mondasz, mi van, hogyha az a Gyimesi csámba egyszer csak találkozik az ember, és elkezd gyakorolni, és akkor minden szétcsúszik? Nem találkozik az ennel. Neki ez a világ az úgy teljes, ahogy van. Mi turisták voltunk ott, a másik ugye, társaság az ugye tibeti gyakorolt, egyikkel se találkozik, nem kell neki, nem merül fel a kérdés, őnek a teljesség ott volt az életében. Nem volt kérdés, nem volt kétség, feladatok voltak és tette a dolgát. Azért kérdezem, hogy tudatosság, módszeresség nélkül ez mennyire áll meg a lábán, visszatérve a Hájó Kovács párhuzamhoz.
Nem tudom. Amíg nem mondták meg nekünk, mit csinálnak. Egy hetet töltöttünk ott, pár napot vele, pár napot az esztenában fönt, de azt kell mondanom, hogy nem tudom, és hogyha fölmerülnek benne kétségek, vagy egy olyansféle élettapasztalat, amit nem tud kezelni, nem tudom, mit csinál. De abban az életformában, abban a helyzetben, a viselkedése, a megnyilvánulása, mint szóban, mint tettben, mint gondolatban, érzelmekben páratlan volt. Ennyit tudok mondani. Az előbb említetted az ejtőernyőzést, és eszembe jutott, hogy és így bevillant az a kép, hogy nekem volt szerencsém kipróbálni, többször elvégeztem egy iskolát is, és most ugyanazt érzem, mint az ugrás előtt, így dobog a szívem, hogy elkezdődik ez a gyakorlat, és az ernyő is megjelent előttem, és van olyan, hogy nem nyílik ki. Nekem kinyílt. Én csak egyszer próbáltam, de akkor kinyílt. Ha jó be van hajtogatva, és a nyílási folyamat megfelelő, akkor az kinyílik. De van olyan, hogy egyik olyan interjún említetted, hogy van, ez egy operáció, úgy lehet felfogni, sterilnek kell lenni. És ugye az két kimenetele van, vagy sikerül, vagy nem. És akkor mi van, ha nem sikerül? Akkor mentőernyőt nyitsz. Akkor van mentőernyő itt is. Persze. Mindig kérhet segítséget, és van mentőernyő. De mielőtt mentőernyőt nyitsz, a D-kapcsokkal le kell kapcsolni a főernyőt. Ez fontos. Ez kell mérni a helyzetet. Ezt a zenben csalódásnak hívjuk. Tehát, hogyha csalódsz mondjuk a főpraxisban, ami neked akkor épp nem megy, akkor azt le kell tudni vetni, és a hatalmas nagy üres levegőjékbe benyitni a hasadról a mentőernyőt. És akkor az úgy oké. De ha belenyitod a főernyőbe, vége. Tehát ezért kell akkor teljesen tiszta lappal kezdeni. Az meg azt jelenti, hogy hallgatsz arra, aki a kiegészítő praxist adja. Akkor tudsz megmenekülni attól, hogy beleállj a földbe, bukos is a kostum minden estől. Az nem szép. Jó? Már most itt eltöltöttem 10 napot, és mindig ülés más volt persze. Sokszor azt tapasztaltam, hogy nagyon jól tud jönni egy ilyen ihlet, és hogy akár régebbi dharmabeszédetből, vagy régebben olvasott Sung San bekezdésből, bármi, és ezzel töltöttem el a 10 napnak az elejét. Aztán utána elkezdtem törekedni arra, hogy így inkább semmi ne legyen. Tehát, hogy ne legyen, mert hogy nagyon szépen tisztultak le ilyen, nem tudom, fogalmak, meg ilyen kis képek a fejembe, és tökre ilyen úgy éreztem, hogy na most ez most jó irány. És utána megpróbáltam így tisztítani a semmi fele a dolgot, és Az érdekes, amikor a semmi felé tisztított te. Az és nagyon érdekes lehet. De hogy ilyen ment? De hát nagyon lehangoló volt. Oké, akkor ebben van. Az rosszabb, ha elkezded élvezni, az baj. Igen, mondjad. Igazából az a kérdés, hogy nem tudom, hogy mi a jobb, hogyha van ilyen ihlet, ami mentén elindul a meditáció, és utána van csend is, de nem tudom, inkább talán azok a képek voltak, meg azok a helyre rakott eszmék voltak a profit az adott ülésből. Vagy inkább kicsit ott így hemperegik abba a nem túl kellemes semmibe. Ha semmi, akkor nem tudsz benne hemperegni. Akkor valami másba hemperegsz. Ugyanis a semmi nem tart meg. Tehát nincs felület, amin hemperekhetsz. Ha már van egy tudatállapot, az nem semmi. És akkor abban tudsz hemperegni. Tehát van valami öröm, van valami, amit eddig nem tapasztaltál, és az nem semmi. Tehát amikor úgy érzed, hogy a semmire vágysz, akkor Mici Macukót kell olvasni, amikor elmegy Nyuszihoz. Az megvan az a sztori? Tehát elmegy Mici Mackó Nyuszihoz, mert vasárnap van, és szeretné egy kis mézet meg tejet nyuszival együtt fogyasztani. De nyuszi tudja, hogy ez mit jelent, hogy almáriumnak ott vége, és Mackó megjelenik, kopog, itthon vannak, kérem szépen. De nyuszi, nincsenek. De nem értem, mondja Mackó. Van bent valaki? De nyuszi, senki.
Tehát hova lett Nyuszi? Hát Mici Mackó barátját látogatta meg. Mondta Nyuszi bentről, iszonyú okos volt. Mire Mackó egy lépéssel mat, de hisz az én vagyok. És ez a gyönyörűséges párbeszéd az mutatja, hogy az a koncepció, hogy semmi, az nincs. Tehát azt a kis intellektusunk gondolja el, és ledesztillálja, és absztrahálja, és abszolutizálja, de az, hogy semmi olyan nincs. És ezt nem csak buddhák, pátriárkák, taoisták és Mici Mackó mondja, ugye az hangzik el, hogy senki nem mondhatja azt, hogy senki. Ahhoz, hogy elhangozzék, hogy senki, ott lennie kell valakinek. Ne törekedjünk a semmire, lehetséges? De akkor mert nem... egész máshova jutsz, és a máshovában hemperegsz. Tehát tiszta tudat, rendes ház. Nem semminek nevezni inkább. Mantra. Akkor minek nevezzelek? Hát, nem ihletettség, tehát hogy ilyen ihlettelenség. Akkor most mi a kérdés? Nem volt jó a semmi szó. Tényleg nem volt jó. Mert hogy ez... De ha valami se jó, folytatj. Nem, hanem hogy ilyen, igen, hogy ilyen kicsit ilyen cél, vagy nem tudom, nincsen tárgya, vagy... Ilyenkor kell a koant felhozni. Tehát amikor ilyen hempergős, boldogságos semmi érzeted nem van... Nem boldogságos, szomorúságos. Akkor szomorúságos, teljesen mindegy. Van egy ilyen kis érzeted, és felhozod éppen azt a koant, amivel vihaskodol. Ami ott a tudatküszöböd alatt dörömből. És hogyha ez a semmi megoldja, akkor az jó, az rendben van. Akkor nevezheted akárminek. De hogyha maradsz a nagy semmi-semmiben, akkor teljesen terméketlen a dolog. És akkor mit csináljak? Bejössz az interjú szobába, lecsekkoljuk a koant. Ez történik. Okay. A nagy kiózanító az a koant praxis. Jó. Igazából, hogyha nincs meg a válasz, akkor minek menjek be? Vagy egy... nem értem. Mert akkor ki leszel robbantva a gyönyörűséges vagy szomorúságos semmi állapotából. Jó. Okay. Ez a legfontosabb a koant praxis. Ki vagy robbantva abból a tudati zónából, ahova berámáztad magad, mert az olyan jó vagy rossz neked. Oké. Okay. Kicsit ilyen testhez ragadt kérdésem lesz igazából a fájdalommal kapcsolatban. Ugye elhangzott is tudó, hogy van a buddhista irodalomban is ilyen fájdalomkezelő technikák, mert nekem ugye a meditációk egy részét, ugye, hogy Istú is mondta, hogy a fájdalommal való harc az lekötő, hogy néha egy kis enyhülés ad így jó testne, hogy mivel tudom azt így. Nyújtózkodás, sétateaivás, egy kis de mondjuk jóga, ülés közben? Nem nyújtózkodás, nem séta. Fontos. Lassúbb légzés és tantien fókusz. És amikor a tantienbe visszahozod a fókuszt, akkor a légzéssel együtt ilyen csi hegyek, tehát energia hegyek tudnak felszabadulni, és ha nincs egyéb fizikai probléma, tehát korábbi műtét, törés, beléd lőtt golyó, stb., akkor innen így csípőtől lefelé egy ilyen hatalmas, egy meleg párnában ülsz. Tehát amikor az van, hogy jól megy a meditáció, az nagyrészt attól van, mert végre ez a szerencsétlen fizikum megnyugodott. Miért? Mert kap elég energiát. És ebben az erőtérben ott ülsz. És csak a tantiened áll ki belőle meg itt a felső test, amely viszont hűvös. Tehát a Buddhának volt egy olyan neve, hogy the cool-headed, az, akinek hűvös a feje. És ez az, amikor fölül nincsen tűz, és amikor a tudatnak ez az állandó, énteremtő, dualisztikus energiája ellobban szívszútra. És az energia lemegy a tantiembe, viszont itt csípőtől lefelé ez az egész ilyen egyébként feszültség alatt lévő tér, meg csípő, meg egyebek, így be van borítva energiával, és eltűnni látszik. Tehát úgy érződik, hogy ott te nem vagy, csak egy ilyen gyönyörűséges energialabda van. És ez az, amikor már a tudatod, a karmád nem fogyaszt el annyi energiát, hogy itt kifosszon lent. És ez a lassú légzéssel és a tantienre való fókuszálása, ez megvalósítható. Mm-hmm. Igen, tehát a tapasztalatom az volt, hogy vagy fent kínlódok, tehát vagy a hátamban, vagy a lábakban, tehát ugye a kettő egyszerre által, legalábbis nálam így működött, tehát hogyha felültem ugye a
a magaslatra, akkor ott a térdem az a első része úgy rendben volt, és akkor felül kezdtem el kínlódni. Viszont ott meg azt vettem észre, hogy ott az olyan, mintha tehát azért feszülök, mert annyira akarnék ott, tehát hogy a küzd, tehát ez a nem is tudom, tehát így ez a tehát amikor az ember ugye ráfeszül valamire, mikor nem is így tudatosan, de így az izmok így befeszülnek. És akkor az okozza a fájdalmat, csak ez nem egy ilyen tudatos akarás, mármint az, hogy én most ezt akarom, hanem... Minimális izomfeszüléssel tartsd meg az egyenes és mozdulatlan központozott tartást. Tehát ne küzdj, nincs miért küzdeni, de ne is veszíts, mert akkor mindent elveszítel. Tehát maradj meg úgy, hogy tényleg a légzésedet figyeled, és ez szépen elkezdi az oxigént égetni, az energiát pumpálni a megfelelő helyre. És a szempillantással is, ahogy az előbb mondtam, lehet egy picikét játszani, mert hogyha mindenáron a saját kardodba bele akarsz dőlni, mert a fókuszod leszűkült egy pontra, és az a pont az beszív, mint a fekete lyuk, és arra figyelsz föl, hogy a tér az ilyen szürke, hogy esetetekben barna. Nem a tér barna, belefejeltél a matracba, az van. Tehát volt olyan intenzív hetünk, amikor úgy több nemzetiség szerzetesei, szerzetesnői világjai együtt gyakoroltak, és volt egy sillankai szerzetes, Kaljánának hívták, és az egy olyan forma volt, hogy fel lehetett állni. És a srác fölállt, és egyszer csak az utolsó éjszaka hajnalán, valamikor 2 és 4 óra között mindenki ül, mint a cövek, mert addigra már vagy elhullottál, vagy tényleg tudsz egyenesen ülni, és hallottál egy ilyet. És azt hittük, hogy az emmester úgy edz minket, és az éjszaka közepén így elvesztette jó kis kezdőpontot, hogy hú, most aztán nem. Kiderült, hogy Kajána, mint a deszka, így fogta, és habcsankban, ahogy át, így elkezdett előre dőlni, és nem vette észre, és mivel messze voltunk a faltól, a feje először a padlót ütötte volna meg, de az esés közben fölébredt, tehát hogy a menet szél az arcát simogatta. Fölébredt, és a habcsangot szétnyitotta egy fekvő támaszba. És ezt nagy büszkeséggel meséltel később a teaszobában, mi pedig mosolyogtuk rajta, hogy ti is, mert olyan elképzelhetetlen volt az, hogy valaki áll, állítólag nyitott szemmel, amely már nem lát semmit, ugye, én Istenem, jó Istenem lecsukódik, és akkor elkezd előre dőlni, ugye, és az utolsó és akkor az csattant. Úgyhogy ezért nem állunk fel mi meditáció közben. De egy fantasztikus jó fej volt, és hát mondom, az ilyen gyakorlatoknak megvan a sava borsa. Itt csak ültödből tudsz előre zuhanni, de azt is megakadályozzuk, ugyanis minden egyes éjszakai ülésnél a bottal körbe megyünk, és hogyha azt látjuk, hogy bólingatsz, mint az eperfalombja, akkor így megérintjük a válladat, és akkor habcsan, kölcsönösen, és akkor kapsz egy kis ébresztőcskét, hogy éberen legyél izomra, finoman, közepes sebességgel ellőtt teniszlabda módjára, és akkor fölébredsz. Na, olyan megváltás az, hogy megütik a hátadat. Te! Hú, iszonyú jól tud esni. Úgyhogy ez a küzdelem. A nem küzdelem az igazi küzdelem. Újra ellazulsz. Újra központozod. Újra jelen vagy. És akkor meg. Jó? Én azt vettem észre, hogy ülő meditációk között az éberségem akkor a legmagasabb, tehát akkor van csúcsponton, hogyha elmegyek egyet futni. Tehát, hogyha gyorsan egy kifullasztom magam testileg, hiába fulladok ki, meg hiába fárad el a testem, mégis amikor leülök, azt érzem, hogy akkor magától így bele tudok engedődni a pillanatba, és akkor az éberségem úgy érzem. Persze, mert mozgott a tested, áramlott az energiát, felfrissült a véráram, mert ez óriási bónusz, ezért nem futogatnak. Hogy mi az, amikor enélkükkel ébren maradni. Hát futva úgy könnyű. Ja. Tehát akkor esetleg a 10 percek között nem lehet az, hogyha valakinek ez a jó, sétálunk. Elmegy. Tehát sétálunk. Mi nem futunk, mi sétálunk, és meg fogunk kérni mindenkit, hogy itt bent sétáljunk. Elég hideg lesz majd, szerencsére. Nem futkamutkázunk.
A szünetekben, tehát a hosszú szünetekben, amelyek eddig is adottak voltak, azt csinálsz, amit akarsz. Kötelesség megvan, utána van szabad idő. De így az sétáló meditáció helyett nincs ilyen, akkor csökkentett testmozgás a futáshoz képest, de éppen elég lesz ahhoz, hogy átszellőztesd magad. Úgyhogy pont azért, és gyorsan fogunk sétálni, gyorsabban, mint a normális napi sétáknál, és nem hagyom, hogy lemaradjon bárki. Tehát zárkózz fel idáig, és akkor zárkózzon fel, és akkor szépen megy a sor. Szép gyorsan. Kórejak, te, el nem hiszed, ilyen 70 éves szerzés, mint a golyó. Hihetetlen. Tárgyaloglás verseny megnyerné. Úgyhogy van még tartalék. Jó? Köszönöm. Egy kérdés. Kb. Így az 50 percesek felénél szokott az történni, hogy így nagyon erősen belenyíl a térdembe a fájdalom, és akkor ilyenkor bontani szoktam az ülést, és akkor egy rövid idő után, ha már érzem, hogy nem zsibbad, meg nem is fáj, akkor lábtartást cserél, és úgy utána végig tudom csinálni. De hogy ez gondolom, hogy zavarja eléggé a többieket, de hogy annyira fáj, hogy egyszerűen muszáj. Az első feléig nem fáj, tehát első 20-25 percig nem fáj, és aztán elkezd. Így van? Elkezd zsibbadni, és aztán így belenyilal, értem. Tehát így nagyon erősen. Azt mondta, hogy az első 20-25 perc azért rendben van. Igen. Na, akkor, amikor ez eltelik, akkor újra kell indítani az órát. Oké? Okay? Nem oké. Okay. Te relativizálhatod az időt, de a térded nem fogja. Tehát ez nagyon fontos, hogy a pillanat tudatossága el tudja venni mind a lineáris, mind a ciklikus időnek az élményét, de a testet nem érdekli, hogy te neked milyen időkoncepciód van. Az érdekli, hogy milyen az ízületi nyomás, mennyi cukrot ettél előtte, mennyi sósat ettél előtte, mennyit mozogtál előtte, milyen az áramlás benne. Ez az, ami egy ízületnek fontos. Úgyhogy ha fáj, és úgy fáj, hogy ez már tényleg nagyon fáj, és nem ez az illuzórikus, hogy jaj, most ezt gondoltam, és azért, vagy azt éreztem, és azért, és azért. Szépen fogod, fölemeled, fájdalom elmúlt, visszateszed, kész. Nem tudom, hogy ez mennyire tartozik pont ehhez az intenzív héthez való beszélgetéshez, de mégis azt szeretném megkérdezni, hogy a tudattól tudatig tanítás, ez erre van egy kis antennánk, amit a tanítványok kiúszhatunk, vagy erre van valami módszer, hogy ezt hogyan tudjunk ráhangolódni erre? Külön antenna nincs, csak a karma eddigi csápjait kell visszahúzni. Tehát ami karma eddig így vektorszerűen kiment belőled, hogy vágy, vagy harag, vagy ilyesmi, azt kell levágni, szépen visszahúzni a maradékot, és az a teljesen tiszta tudat, az nem valamilyen antenna. Az a különböző kitüremkedéseknek és lyukaknak a hiánya. A tanítás így mondja, hogy a tudat eredetileg teljes, mint a kör. És ezért a zenben ez a kör az. Hát itt nem látsz antennát. Se ki, se be. Ez azt jelenti, hogy a tudat nem mozdul. Nem vesz föl dualisztikus állapotot. És antennája sincs. És amikor visszatér a dualisztikus állapot elé, amikor teljesen tiszta, amikor jelen van ebben a pillanatban, akkor spontán megvalósul a tudatok közössége. És azért ez egy olyan élmény, amiért az emberek tudattalanul vagy tudatosan, de visszajönnek az elvonulásra. Ezt a közösség élményt, ezt az egység élményt egy olyan állapotban, ami nem ilyen tiszta, nincs, nem tudod megtalálni. Tehát van ilyen, és az intenzív hét hozzásegíthet ehhez, de nem pusztán ez, hanem ami az intenzív által nyilvánvalóvá vált, az már egy pihentebb időszakban jobban működik, hiszen nem vagy holtfáradt. Úgyhogy igen, van ilyen. És ez nem antenna. Ez ilyen karmikus ugrás és egyebeknek a hiánya. És amikor ezek a dualista dolgok megszűntek, amikor mentessé váltat ők, akkor ez spontán megvalósul. Eredetileg a tudatunk nincs elválasztva egymástól. Ha gondolkodsz, akkor el van választva. Ha megszünteted a gondolkodást, visszatérsz ebbe a pontba, és itt csak az egység van.
Kwanseumbószel és Jigenbószel, ők azonosak vagy különbözők, tehát, hogy Kwanseumbószel az együttérzés bótiszatvája, a Jigenbószel pedig az elhalt lelkeket vezető bótiszatva, egyben a fogadalmak őrzője. Érinti ez a kérdésem azt, amit a legelején feltettem, az álommal és meditációval való kapcsolat, hogy mind a kettő valahol egy valamiféle karmikus anyagcsere, fogalmazhatunk. Azaz, az jó. És hogy meditáció közben néha egészen élénken beugranak bizonyos időszakok az életemből. Máskor is, de meditáció közben ez mintha úgy jelentőség teljesebb lenne. De aztán el is megy, és már mire felállok, jön a csupi, el is ment az egész, nem tudom, hogy mi. Uh-huh. És hogy ez ugyanaz a fajta tisztulás, tehát nem kell vele törődni, nem kell iktatni, mint bármiféle konyhaszemét, amiről beszéltél, vagy ezekre néha azért érdemes odafigyelni, hogy valamit esetleg szeretne. Ha visszajön ugyanaz a sztori, ugyanaz a klip, akkor igen. Mint ahogy a visszatérő álmokra is egész másképp kell figyelni, mint az egyszer, hogy elcsattant, valamire emlékszel, de aztán viszontlátás. Tehát azt értsük meg, hogy ami a karmikus filmtárból följön, annak az identitás ereje sokkal nagyobb. Akár a negatív identitás, hogy soha nem akartál ilyen lenni, de mégis megtörtént veled, vagy pedig nagyon akartad, meg is tetted, és az is lettél, hogy nagyon akartad, de még nem tetted meg. Ezek mind-mind ilyen identitás élmények, mert erősebb identitás energiája van, attól függetlenül, hogy megvalósult-e kint a külvilágban, vagy sem. Ezek, hogyha így felmerülnek, azok nyugodtan menjenek is el, annál is inkább, mert hogyha hagyod őket csak úgy elmenni, az energiát kvázi visszaadják neked, hiszen te teremtetted őket. Ha dualisztikusan viszonyulsz hozzájuk, akkor ez a dualisztikus viszony akadályozza meg azt, hogy a teremtő energia visszajöjjön hozzád. Ha pedig csak úgy figyeled, és látszólag úgy elporladnak és elmennek, mert te visszatértél a gyakorlatodhoz, és nem figyelted tovább, akkor egyszerűen idő után úgy érzed, hogy erősebb vagy. De mitől? Hát honnan jött az energia? Abból a karmából, amit nem követtél. A szépen visszaszárad. De mihelyt valamiféle jó vagy rossz, én vagyok, nem én vagyok, akarom, nem akarom, dualista viszony föláll, abban a pillanatban tovább teszed bele az energiát a karmádba. És hogyha ez megvalósul, akkor te veszítesz, és a karmád nyer. A teremtő gyengébb lesz, és a teremtett erősebb lesz. Még kérdezhetek egy picit. Ez folyamatos probléma nálam tulajdonképpen évek óta, hogy a fejemet érzem az egésznek a középpontjának. Tehát nagyon nehéz elvonatkozta, vagy levinni az energiát. Tehát van egy pont, amikor így, mintha így dübörögne, ilyen diszkófények villognak a fejemben, és egyszerűen nem tudom leállítani. Hú, te! Ugyanazt teszed, mint mi? Trapéznatrágos fekal. Szóval nem, egyszerűen érzem, hogy nincs átjárat. Hiába akarom ezt az energiát, ami mint egy lufi be van állva a tetejébe, nem tudom levinni, és teljesen tanástalan vagyok, és ez ugye segíti azt is, hogy utána mindenféle sztorik, filmek, bármik beinduljanak, de nem érzem, hogy hatalmam lenne fölötte. Van egy módszer, ahogy a fej és a tantien egyensúlyát helyre tudod állítani ilyen esetekben, fejenállás. Tolerálni fogja ezt itt a környezet. Az a helyzet, hogy ezt pont intenzív héten nem tudod megcsinálni, és ezt a viccet gyorsan felejtsd is el. Ilyenkor azt kell tenned, hogy ezt a mikrokozmikus energiakört, ezt helyreállítod, és szépen, tudatosan a diszkóklubot hozod lefelé a fejből. És a test előlapján megy lefele, és kialudnak a fények, abba hagyja a trapéznadrágos a táncolást. És így szépen visszajön az egész tantienbe, ahol semmi más nem marad, mint az a jó kis elektromos energia, amitől az egész működik. Tehát vissza kell hozni a formátlanba. És a tantien fókusz ez azért olyan szép, mert ott az energiád is, és a tudatod is differenciálatlan. Ez az egységállapot. Ezért működik az, amit kérdeztél. Tehát hozd vissza a diszkóklubot egy olyan állapotban, amikor még nincs zene, még nincs tánc, még nincsenek fények. Az itt van lent. És ezt meg tudod tenni, hogy innen szépen lélegzettel hozod le, séta közben is,
meditáció közben és ülés közben, tehát folyamatosan, jó? Megköszönöm mindenkinek azt az erőfeszítést, amit teszünk az intenzív héten, és megkérek mindenkit, hogy folyamatosan tegye félre az egyéni véleményét, folyamatosan térjen vissza a közös tudatba, a szangának a harmóniájába, és részletes instrukciókat adunk azért az első éjszakai ülés kezdete előtt, hogy mi az, amit teszünk, és mi az, amit nem teszünk. De egy biztos, hogyha tisztán tartod a tudatodat, minden megoldható, ha követed az illúziókat és azonosulsz az álomképekkel, romba dől az egész. És akkor nem csak neked, hanem lehet, hogy másoknak is. Ezért kell nagyon vigyázni arra, hogy mit mondasz, illetve mit nem mondasz, mi az, amit teszel, és mi az, amit nem teszel, mi az, amit belül hagysz pörögni, mint gondolat, és mi az, ami érzelemben megélhető belül, de nem manifesztálható kívül. Ha a karmának ez a négy csatornája rendben van, és a tudatod tiszta, akkor ez az intenzív hét egy gyönyörű tapasztalás lesz az összes felhőjével, záporesőjével, villámcsapásával és tiszta kék egével együtt. Ha nem, akkor pedig egy szerencsétlen baleset sorozat, amikor nem is tudod, hogy mi történik valójában, csak az már csattant, csak az már bajos és káros. Ezért kérek mindenkit, maradjunk éberek, tartsuk meg ezt az egységtudatot, ebből következően tudunk természetesen megjelenő bölcsességet és együttérzést tanúsítani minden lény iránt, és ekkor tudjuk elérni a felébredést és segíteni minden lényen. Köszönöm szépen!